itt a homokban lesz a nagy mászóvár, meg a csúszda. Itt kondi cuccok alatta. A gyerekeket játszótér, a felnőtteket pedig szabadtéri fitnesspark várja majd a már épülő szekszárdi generációk parkjában. A 3500 négyzetméteres közösségi tér kialakításán már hetek óta dolgoznak a szakemberek. Mostanra elkészültek az alépítmények, a terület végleges elrendezése is látszik már. Az egész 3500 négyzetméterről leszedtük a gazd humuszt, a régi játszótérnek a maradványait eltüntettük, és szegélyezések történtek, ágyazatkészítés, amit ugye a földmunka előzött meg. A generációk parkja az egész régióban egyedülálló közösségi tér lesz. A játszótéren és fitnessparkon túl mosdó, vizes blokk és pelenkázó is helyet kap itt. Ács Rezső, a város polgármestere arra számít, hogy a terület nagyon népszerű lesz, ezért ő azt akarja, hogy új parkolókat is kialakítsanak, hogy a környéken élők autóinak helyét ne foglalják el az ideérkező járművek. Én azt kértem, hát a bizottság fogja majd eldönteni, hogy támogatja-e, hogy egy 26 parkolós beállás kialakítása történjen meg innen nem messze. Ez az itt lakók érdekét is szolgálja, megtörténne a vízelvezetés rendbetétele és 26 új parkoló jön a létre. Ez pedig már elegendő arra, hogy a megnövekedett gépjármű forgalmat ki tudja szolgálni. Korábban a helyszínen több lakossági fórumot tartott az előző városvezetés. A helyiek javaslatait pedig beépítették a tervekbe. Három olyan fórumot tartottunk, ahol megbeszéltük, hogy mit szeretnénk itt megvalósítani, illetve kikettük az itt élők véleményét azzal kapcsolatban, milyen attrakciók legyenek. Tehát tulajdonképpen egy közös munka eredménye, amelyben a város a pénzt azt adta, illetve a területet, mint önkormányzati terület biztosította, de hogy milyen attrakciók lesznek, azt tulajdonképpen a fórumokon résztvevők választották ki. A generációk parkja a tervek szerint határidőn belül októberre készülhet el.